Érdekességek a földvizeiről és azok élővilágáról. Kezdjük az alapokkal. Óceánjaink a föld felszínének körülbelül 71%-át borítják, ami nagyjából 1.419 millió köbkilométernyi vizet jelent. Ami érdekes, hogy eddig nagyjából az 5%-át sikerült felfedezni az óceánjaink és tengerünk legmélyebb részeiről. Sőt, többet tudunk a Hold vagy a Mars felszínéről. Viszont hogy a technológia fejlődik, remélhetőleg ez a tény hamarosan változni fog. Egy kékbána nyelve nehezebb, mint egy elefánt, ami azt jelenti, hogy több mint 7000 kg-ot nyom. Sőt, ha már kékbána, akkor azt is érdemes megemlíteni vele kapcsolatban, hogy ő a leghangosabb állat a bolygón a maga 188 decibeljével. Ahmed Gabr, egyiptomi származású férfi, 41 éves korában megdöntötte a legmélyebb búvárkodás rekordját, ami számszerűen 332,35 méter. A helyszín a Vörös-tenger volt, azon belül is a Dehabi-tengerpart. A cápák évente átlagosan 20 embert ölnek meg, az emberek pedig 11.500 cápát ölnek meg óránként. Well, well, well. How the turntables... A sáskarákok bedesszek. Ha a karjaid olyan gyorsak lennének, mint a sáskarákoké, akkor egy labdát képes lennél eldobni egészen a Holdig. Annyira gyorsan ütnek, hogy a keletkező lökéshullámmal képesek végezni a prédájukkal, még akkor is, ha azoknak sikerült elkerülnie magát az ütést. A Nemo pont, azaz angolul a Point Nemo, arról nevezetes, hogy ez a földrajzi pont van a legtávolabb bármilyen szárazföldtől. A déli Csendes-óceánon található 2688 km-re a legközelebbi szárazföldtől. A fölöslegessé vagy veszélyessé vált űreszközöket az óceán eme részére irányítják, ahol a lehető legkisebb esélye van az ütközéses károkozásnak. 1971-től 2016-ig 263 kisebb-nagyobb űreszköz csapódott be ezen a területen. Az óceán közepi hátságok az óceán fenekén fekvő, a lemeztektonika által formált hegyláncok. Az óceáni hátságok rendszere az egész földet behálózza, teljes hossza mintegy 80.000 kilométer. Olyannyira hatalmas, hogy 4-szer hosszabb, mint az Andok, a Sziklás-hegység és a Himalája együttvéve. A legmélyebben élő hal az Abisobrotula galadé, azaz a szellemhal, ami a kígyóhalfélék családjába tartozik, de lényegében egy angolna, és egészen 8370 méterig kellett lejutni ahhoz, hogy találkozzanak vele még 1970-ben. A medúzák kapcsán van egy felvetés, miszerint minimum 500, de akár 700 millió évvel ezelőtt is létezhettek, ami azt jelenti, hogy még a dínóknál is öregebbek. A kedvencem, hogy Amazonon találtam egy könyvet, aminek az a címe, hogy a tény, hogy a medúzák túléltek 650 millió évet annak ellenére, hogy nincs agyuk, jó hírt jelenthet a hülye embereknek. A nagy korallzátony földünk legnagyobb korallzátonya és egyben legnagyobb élő szerkezete, a koralltengerben található, nem messze Észak-Kelet-Ausztrália Queensland nevű államának partjaitól. Több mint 2000 km hosszan húzódik, 34,4 millió hektáron, és még az űrből is látható. Nagyjából 3000 korallzátonyból és körülbelül 900 kisebb-nagyobb szigetből áll, melyek nagyjából azonos távolságra vannak a tengerparttól. Így a videó végére gondoltam, megemlítem MrBeast és Mark Robert Team Seas projektjét. A cél, hogy évvégéig összegyűjtsenek $30 millió, amivel 30 millió fontnyi, vagyis közel 14 millió kilogramnyi szeméttől akarják megszabadítani a vizeinket és vízpartjainkat. Az összeggel az Ocean Conservancy és a The Ocean Cleanup non-profit szervezeteket és azok önkénteseit fogják támogatni a cél érdekében. Látogassatok el a teamseas.org weboldalra, és adományozatok akkora összeget, amennyit tudtok erre áldozni. Én is hozzájárultam egy szerényebb összeggel, és titeket is csak bátorítani tudlak. Ami érdekes egyébként, hogy ennek a videónak az ötlete már jó pár hónappal ezelőtt is létezett, és pont kapóra is jött a Team Seas projekt, mert így legalább én is hozzá tudok járulni egy kicsit ez a szuper projekthez. Köszönöm, hogy végignéztetek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csengő benyomásával, hogy lenne maradjatok a további tartalmaimról. Kövessetek be Instán és Twitchen, illetve csatlakozzatok a Discord és Reddit közösségünkhöz. Én Barna voltam, további szép napot nektek, sziasztok!